A Lénán szépe című darab első olvasó próbáját tartották hétfőn délután a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színészei. Martin McDonagh darabja egy kegyetlen, erős akaratú anya, és az ő megzavarodott, de nem kevésbé kegyetlen és erős akaratú lányának hátborzongató, véres és mégis kacagtató történetét mutatja be, akik a világ végén, a falutól és a világtól is elzárva magukra maradnak egy kis házban. Nem fiatalok már, így nagyon veszedelmes dolog arról álmodozniuk, hogy az életük még változhat, pláne jobbra fordulhat. A művet Göttinger Pál állítja színre, Kuti Patrícia és Pregicer Fruzsina főszereplésével. Anya, lánya és még két férfi szerep a szereplőgárdon. Én is utána olvastam természetesen, mert kíváncsi a természetem, hogy miről szólhat ez a színdarab. Hát ez egy ilyen se veled, se nélküled, furcsa kalandja. Időközönként borzalmas és borzalmasan szép is a kettőjük kapcsolata. Pregicer Fruzsina az anya szerepében áll majd színpadra, ami új kihívást is jelent számára. Mikor ilyen típusú szerepeket kapok, akkor mindig arra gondolok, hogy ez egy jófajta terápia, jófajta ideg és érzelem és lélekmozgatás, amiben úgy ki táncolja, vagy kirugózza magát a lelkem, a természetem, és talán ennél kevesebbet viszek haza a családomba. Kevesebb koszt, meg bajt. Hát kíváncsi vagyok, mert ugyan elértek az anyaszerepek. Ilyen típusú anyát még életemben nem játszottam, látni láttam, és életben sem találkoztam ilyenne, bár őszintén megmondom, hogy az élet sokszor sokkal cifrább és gírbegurbább fordulatokat produkál, mint amit a színpadon meg tudunk csinálni. A Lénán szépe című darabot november 17-től láthatja a közönség a Móricz Zsigmond Színház Krúdi Kamara színpadán.